No, itt volt a feladat. Először is le kell tölteni. Aztán meg kell nyitni és dolgozni. Jó, letöltöttem. Asztalra kirakom. Jó részét megoldottam. Kisebb hibával ütköztem. Jó, tehát itt a mappa, itt a feladat. HTML, CSS és JavaScript feladat. Bootstrap most kimaradt belőle. Ezeket a feladatokat a Visual Studio kóddal oldjuk meg. Jó, hát megnyitom a mappát, file open folder, az asztalon van egy értelemű mappám, ezt megnyitom, francia matematikus emlékére kell weboldalt készítenünk a felépített leírás és a minta alapján. A feladat megoldása során a következő állományokat kell felhasználnunk. Forrás.txt, HTTPNG, megoldó képlet, VTCS és VTPNG. Figyelmetlen voltam, és a CSS fájlnak majdnem a teljes megoldását felraktam, tehát nem baj, majd egy kicsit módosítani kell rajta, mert van benne hiba. De hogy majdnem a kész feladatot raktam föl, vagy hát kész CSS-t a forrásba, itt van a forrás, amit használni kell, és az első dolog, hogy új HTML oldalt kell létrehoznunk. Tehát azt mondom, hogy file, new file, mentem vete HTML névem. És beírok egy felkiáltó jelet, és nyomok egy Entert, akkor teljesen szépen kiegészíti, hogy ez egy már tényleg HTML fájlnak kinéző, egy HTML dokumentumnak kinéző valami fájl lesz. Na, amire nekünk nincs szükségünk, ez a viewportos meta rész, ezt nem szoktuk használni, ilyen egyszerű feladatoknál nem kell. Beírta nekünk azt, hogy doctype.html, html lang n, az szerintem az első feladatban benne van, hogy az oldal nyelvét magyarra, akkor hu, lang hu, és a karakter kódolás magyar, vagy UTF-8 legyen, az megvan, az ugye a metacarset UTF-8, itt van egy cím megadva, de ezt majd át kell írni, tehát van head részünk és van body részünk, és vége a HTML-nek, tehát ezt azzal csináltam meg, hogy egy felkiáltójelet beírtam, és nyomtam egy Entert. Na, azt mondja, hogy az első feladat idáig megvan, ez jön most, hogy a törzsébe, az oldal törzsébe másolja be az UTF-8 kódolású forrás.txt fájltartalmát. Itt a forrás.txt fájlom, Ctrl-A-val kijelölöm, Ctrl-C. Ha nem lenne jó a kódolás, akkor meg kell nyitni valami, tudtam én jegyzettömmel kimásolni a tartalmát, és úgy beilleszteni a HTML-ben. Az is jó, csak ugye nem mindig jó a kódolás. Itt most jó a kódolás, tehát én nem foglalkozom. Ez a forrás txt már nem szükséges. Elmentem azt, ahol most tartok. A weboldal címe Frances Viet, és a másodfokú egyenlet legyen. Itt van nekünk a weboldal címe, ezt a dokument részt, ezt átírom. Jó. A weboldal fejrészében helyezzen el hivatkozást a Vite CSS stíluslapra, akkor ugye nekünk a stíluslapra kell hivatkoznunk, illetve hát kapcsolatot kell létrehozni a HTML fájl és a stíluslap között, CSS között. Link, CSS,
szépen ide beírja, csak át kell írnunk, hogy a VET nevű CSS-re hivatkozzon. Jó. A weboldal jó. Formázza meg a címeket alcímeken a stíluslapon definiált H3, H1 vagy H1, H3 stílusokkal, és alakítsa ki a bekezdéseket, sortöréseket a minta szerint. Hát itt a minta, valószínű a fő cím, az egyes szintű címsor, tehát H1 per H1. Meg kéne tanulnom normálisan billentyűket használni. Azt mondja, hogy gondolom ez az alcím H2 lesz. Hát megnézzük úgy, hogyha ide külön per H2-t hozott létre, és megnézzük úgy, hogyha csak sortörést csinálunk, hogy ez milyen lesz. Francia matematikus, mivel ez ugyanolyan, mint a születési éve meg a halálozási éve, így gondolom, hogy ez is H2, és akkor ezek lehetnek az életéről, munkásságáról másodfokú egyenlet, azok lehetnek H3-as, tehát 3-as szintű címsorok. Életéről sor végére ugrok per H3, munkásságáról H3, na, sor végére ugrok per H3, és azt mondja, hogy a másodfokú egyenlet H3 per H3. Jó. Ez a valós gyökök száma és a megoldás is szerintem 3-as szintű címsor, úgyhogy ezt is beírjuk. H3 per H3. Megoldás. Ja, kimaradt a H betű. Jó. H3. Végére pedig per H3. A bekezdések a minta szerint. Szerintem az életéről következő rész, az élete életéről után következő rész, az sima bekezdés. Mégpedig az tart egészen a később kegyvesztett lett, igen, eddig, per P, és ahol vége van az első sornak, oda egy sortörést fogok berakni, tehát a tehetséges szó elé egy sortörés, ide, sortörés az ugye break row angolul, tehát br. Jó, a munkásságáról rész az úgy néz ki, mintha az egy teljes bekezdés lenne, ha nem, akkor majd megfelelően kialakítjuk. Egyenlőre maradjon egy teljes, egy darab bekezdés. Egész odáig, hogy a másodfokú egyenlet, tehát idáig tart ez a bekezdés. Aztán az alatta levő részek, azok külön vannak szedve, külön bekezdés mind a három sor. Tehát ez egy bekezdés, itt lesz a vége ennek bekezdésre, következő sor külön bekezdés, és a következő sor szintén külön bekezdés. Per P. Így. Most megnézzük, hogy hol tartunk idáig. Opening default browser. Na, hát ez már kezd hasonlítani. Majd megoldjuk a többi részét is a dolognak. Na. Azt mondja, hogy tehát kialakítottuk a címsorokat és a bekezdéseket is. Hát a sortöréseket egy helyre raktam sortörésre, majd beállítjuk a többit, ahogy kell. Állítsa be a weboldal háttereként a háttér JPG állományt a stíluslapon. Erre mondtam azt, hogy ügyesen a stíluslap fájlt úgy raktam fel, hogy vannak benne már készítettek jó megoldások, tehát itt van mondjuk ez a background image URL háttér PNG, ez teljesen jó megoldás, és mint ahogy előbb megnéztem, tényleg volt egy háttérkép. Tehát itt már használja ezt, úgyhogy
ez ennyi volt, hogy, hogy megvan oldva. Jó. Ez az én figyelmetlenségem. Szúrja be a minta szerint a Viete PNG képet, a kép mérete 1024x227, a kép formázásához használja a stíluslap megfelelő osztályát. Ide kell ezt a képet beszúrni. Ez azt jelenti, hogy az életéről bekezdés elé szúrnám én be. Viszont használnunk kell rá a stíluslap megfelelő osztályát. Hát most ha itt ránézem, hogy milyen osztályok vannak itt ebben a stíluslapban. A H1, H2, H3 képlet, diffform, illetve hát ezek nem mind osztályok, ezek csak szelektorok. Ami osztály, az a képlet, és hát valószínű ez akart lenni, meg itt vannak megadva a méretek, képre vonatkozó méretek, amik ott vannak, 176x227, tehát akkor ezt kell majd használnunk, viszont ez így hibás. Ha a diven belül használjuk azt, hogy class jobbra, akkor ez így jó. De akkor nem a képre fogom használni ezt a megjelölőt. Akkor ezek szerint úgy gondolom, hogy létre kell hoznunk egy divet. Aminek lesz egy per dives lezárója. A diven belül kell beszúrni a képet. A kép az az image. Nincs megadva az, hogyha a képet nem tudjuk betölteni, milyen szöveg jelenjen meg, úgyhogy ezt az alt részt kitörlöm. Ide viszont beírom azt a nevet, azt a kép nevet, amit be kell szúrnom. Azt mondja, viete.png. Jó. Beszúrtam a képet, viszont akkor a divnek kell, a divre, tehát erre a dives keretre kell használnom a jobbra osztály kijelölőt. Tehát akkor ide. Class jobbra. Nem a képre. Tehát itt egy kicsit a feladat rosszul fogalmaz, vagy nem teljesen érthető a fogalmaz. Tessék, megjelent a kép, teljesen jó. Vagy azt lehetett volna csinálni, hogy simán csak átírjuk arra, hogy jobbra legyen, és akkor azt csak a képre használjuk, mert hogy máshol nem kell, de ha kellene, akkor se lenne baj, hiszen osztály. Jó, tehát picit visszafelé gondolkodva, a megoldásból kiindulva, hogy ők hogy oldották meg, így okkumuláltam ki a dolgot, vagy így gondoltam ki a dolgot, hogy a diven belül van egy image, és a divre használja, mivel itt így van, hogy div jobbra, ezért a diven belül, vagy a divre használja a jobbra osztály kijelölőt. Jó, nézzük tovább. A megoldó képlet PNG kép beszúrásához hozzon létre egy új bekezdést a minta szerint, majd formázza a beszúrt képet a stíluslapon előre definiált képlet osztály felhasználásával. Hát bár a szöveg, ahogy elnéztem, itt van, hogy megoldó képlet 2-es pont, ennek ellenére a megoldó képlet itt van a végén, nem baj, oda rakjuk, ahol a mintában van, tehát a valós gyökök elé. Azt mondja, hogy hozzak létre egy új bekezdést, tehát T. És ezen a bekezdésen belülre helyezzem el a képet. Tehát akkor megint T, aztán azon belül image, ez az alt rész, ez nem kell, ide megoldó képlet PNG kell nekünk. És elég rosszul fogalmaz itt is, mert ilyen, ugye azt mondja, hogy a képre használjam a képlet nevezetű osztály kijelölőt. Ugye, formázza a képet, a stíluslapon előre definiált képlet osztály kijelölőt. Tehát itt a képem, formázom azzal, hogy képlet. Mentem. És megmutatom, mi lesz az eredmény, hát itt a képlet. De nem középen, mint ahogy a mintában van. És
És megnézem a CSS-t, akkor azt látom, hogy a képletben azon írva Text Align Center. Tehát szöveget akar igazítani középre. Viszont képnél olyan beállítást nem lehet, hogy középre igazítom a szöveget. Ha egy bekezdésben van benne a kép, akkor a bekezdést tudom középre igazítani. Tehát akkor ezt az osztályt, ezt nem a képre kell használni, hanem arra a bekezdésre, amibe beleraktuk magát a képet. Így. És most megnézem, akkor már középen van. Tehát így már tudja, meg tudja oldani a beállítást, ezt a Text Align Centert. Na nézzük. A másodfokú egyenlet általános alakjában kettes számot helyez a felső indexben. Hát a másodfokú egyenlet általános képlete, az itt van. Másodfokú egyenlet általános alapja ax négyzet plusz bx plusz c. Tehát itt az ax négyzetnél kell nekünk. Tehát itt a szövegünk, hogy a másodfokú egyenlet. A másodfokú egyenlet általános alakja ax négyzet bx plusz c egyenlet 0. Akkor itt az ax után, kettes előtt, ugye valamit felső indexbe kell rakni, az a superscript, annak a rövidítése a sup HTML tag, de csak a kettesnek kell felső indexbe lennie, ezért hát azt írom be a kettes elé, hogy sup, jön a kettes, kettes után per sup, és már felső index lesz az a ketteske. Itt van, felső index lett belőle. Jó, nézzük tovább. Készítsen űrlapot a minta szerinti feliratokkal, beviteli mezőkkel és parancsgombbal. Az űrlapot készítse fel arra, hogy a bevitt értékek kiolvashatók legyenek a parancsgombra kattintás után is. Tehát, hogyha rákattintok, ne tűnjön el onnan. Jó, hát ez majd megvan. Helyezzen egy kérdőjel tartalmú címkét az utolsó alcím végére, mint a szerint, ahol a gyökök számát és a megoldást tudja majd megjeleníteni. Jó. Na, hát nézzük először is ezt a részét a dolognak. Minta. Ahol beszúrtuk a képet, és a valós gyökök előtt, ide jön majd egy beviteli mező, nem egy beviteli mező, mert több beviteli mező, hanem ezeket úgy hívják, hogy űrlap elemek, tehát egy űrlapot fogunk készíteni, angolul az űrlap az egy form, amit ki kell nekünk tölteni. Erre a részre, hogy action, most nincs szükségünk, csak egy egyszerű formát hozunk létre. Kell nekünk három darab beviteli mező, lehetne azt csinálni, hogy beírni szöveget, és akkor, de mivel a feladat úgy fogalmazott, hogy beviteli mezőt, vagy nem tudom, megfelelő űrlap elemet hozzon létre, és ahhoz címkét, ezért most címkét fogok gyártani hozzá. Tehát a beviteli mező az hihetetlen, az input lesz. Inputon belül van többféle, én számot szeretnék bevinni, ugye? Mert hogy számunk kell, hogy legyen. Hát nevet nem adok neki, viszont azonosítót fogok neki adni. Input type number, ID, legyen az, hogy A. Most ezt így mentem, és megnézem a weboldalon, akkor meg fog jelenni egy olyan beviteli mező, amiben számokat lehet belevinni. Akár egérrel, akár kézzel be tudok írni valamilyen számot. Ebből kell három, de ez előtt ugye egy címkének, vagy feliratnak kéne lennie. Tehát ezt most megcsinálom. Előtte, tehát elé megyek, azt mondom, hogy label címke. Label for. Mihez tartozik a címke? Ugye az A nevet adtam neki, akkor az A-hoz fog tartozni. És mi lesz a címke felirata? Lesz az, hogy A legyen egyenlő. És ezt kell eljátszani a B-vel is, meg a C-vel is. Tehát akkor kimásoltam, beillesztettem még kétszer, annyit csinálok, hogy az A helyett B lesz mindenhol. Aztán pedig a következő sornál C lesz belőle mindenhol.
tehát hogy a C-hez tartozó címke C legyen egyenlő, azt írja ki, és ID C. Aztán még egy dologra van szükség ezek után, egy gombra, egy bemeneti mezőre, ami gomb. Tehát input, azon belül itt is van a gomb, input, title button, value, tehát mi legyen az értéke, legyen az, hogy számol. Mentek, megnézem, mit hoztam össze idáig. Itt a három beliteli mező, ott a számol gomb, ott vannak a feliratok. Egérre szépen ki tudom válogatni. Ja. Hát ugye a gomb még nem csinál semmit, mert nem mondtam neki, mit csináljunk. Hát így az alap dolgok, a beliteli mezők, ami az űrlaphoz kell, azt szépen megcsináltam. Jó. Ez volt az első feladat. Azt mondja, hogy helyezzen el egy kérdőjel tartalmú címkét az utolsó alcím végére a minta szerint, ahol a gyökök számát és a megoldást tudja megjeleníteni. Tehát ide is kell egy címke, meg ide is kell egy címke. Ha ezen kívülre raknám a címkét, akkor nem így néz neki, de hogy itt van. Tehát nem lenne aláhúzva, nem lenne félkörű, nem lenne dőlt. Tehát nem a H3-on kívülre kell rakni, hanem biztos, hogy a H3-on belülre. És megint egy címke jön, tehát akkor azt mondom, hogy label. Label. Hát itt most nem azt mondom, hogy for, hanem egyből adok ennek a címkének egy azonosítót. ID. Itt fogom megjeleníteni a gyökök számát. Tehát azt mondom, hogy gyökök száma. És megoldásnál szintén létrehozok egy címkét, table, bénázok, bocsánat, per label, kap egy azonosítót, id, legyen egyenlő, megoldásból, megó. És kérdőjelnek kell megjelennie, tehát akkor ide beírok a label és a per label közé, kérdőjelet, és megnézem, hogy ez most hogy néz ki. Hoppá, hoppá, ott megjelent a két kérdőjel. Tehát akkor idáig, ahol ez a kép van, tizedik feladatig meg vagyunk. Mentek. CSS-ben nem is nagyon kellett beleírni, sőt, nem kellett beleírni, csak megnézni. HTML-be írtam idáig csak mindent. Még az is jó, tehát azt néztem meg, hogy itt az alcím után között mekkorák a tér között, de ez is jónak tűnik. Jó, hát nézzük akkor a további részét a feladatnak, 11-es. Készítsen alprogramot, amely a beviteli mezők értékei alapján kiszámolja a diszkrimináns értékét. A diszkrimináns ez van D, ami úgy jön ki, hogy B négyzet, mínusz 4AC. A B-szer B minusz 4-szer A szor C, ami meghatározza a valós gyökök számát. Oké, a gyökök számának meghatározása a weboldal szövegében található mutatót, ugye itt van. Megoldó képlet, vagy megoldó egyenlet, vagy másodfokú egyenlet megoldása. Azt mondja, hogy egy gyök alatt álló kifejezés diszkrimináns, tehát a B négyzet minusz 4AC az diszkrimináns, meghatározza a valós gyökök számát. Ha a D értéke kisebb, mint 0, tehát a B négyzet minusz 4AC kisebb, mint 0, akkor nincs megoldás. Ha a D értéke 0, akkor egy megoldás van. Ha a D nagyobb 0, akkor két megoldás van. Jó, tehát ebből ki lehet indulni már. Abból is ki lehet indulni, hogyha az A értéke 0, akkor az egyenlet nem másodfokú, hanem egy sima elsőfokú egyenletre vezethető vissza, amiben ugye x egyenlő mínusz c per b. Ugye. Tehát azt is meg kéne csinálnunk. Na,
Hát sok mindent kéne itt megoldani. Matematika lesz elég erősen egy jó része. Na, tehát diszkriminás, oké. Meg kell határoznunk a megoldás szövegében. Igen. Azt mondja, hogy számok parancs gombra kattintása hívja meg az előző részfeladónak készített alprogramot, majd jelenítse meg az eredményt a kérdőjel helyén. Ha valamelyik mező értékét nem lehet számmá alakítani, vagy üresen marad, akkor a hiba felirat jelenjen meg a kérdőjel helyén. Jó. Nem lehet számmá alakítani, tehát akkor itt a beolvasásnál már is figyelni kéne. Na majd mindjárt megnézzük. Hogyan lehet. Ami biztos, kell egy függvény, JavaScript, ha nem külön fájlba kell írni, akkor általában a fejrészbe szokok beírni. Ez egy függvény lesz, tehát function, ezt a nevet adom neki, hogy számol, és nyitózárója, zárózárója. Jó, tehát már létrejött a számol nevezeti függvény, ami még nem csinál semmit, de most már azt tudjuk mondani, hogy amikor rákattintok a gombra, itt van input type button, amikor rákattintok a gombra, akkor ezt a függvényt hívja meg. On click számol, kattintásra fusson le a számol nevezeti függvény. Jó. Mit kell csinálnunk? Ugye van három változónk, annak az értékét el kéne tárolni valójában valamilyen változóba. Var az variable, megrövidítése változó. Lesz egy A nevű változónk, amit úgy fogunk megkapni, hogyha kiolvassuk a dokumentumból a megfelelő azonosító helyen szereplő értéket. Tehát a dokumentumunk az ugye HTML oldal, azonosító az az A, és az ott szereplő értéket olvassuk ki. Tehát ebbe a bemeneti mezőbe, vagy hát ebbe a fieldben megjelenő értéket olvassuk ki. Egyelőre azzal nem akarok foglalkozni, hogyha mi van, hogyha valaki oda szöveget ír be. Egyelőre csak szám. Már bemeneti mezőbe igazából nem mindegy. GetElement by ID. Idézőjelek között megadjuk az azonosítót, ez lesz az A nevezetű, annak az ott szereplő értéket olvassuk be. A Luke value. És ugyanezt kell játszani a B-vel is, meg a C-vel is. Kimásolom. Beillesztem, és átírogatom. Ez egy D nevű változón, ez egy C nevű változó, lesz B nevű, lesz C nevű. Jó. Azt is tudjuk, hogy a D-t hogyan kell kiszámolni. Azt mondom, hogy létrehozok egy változót nagy D-nél, ami úgy fog kijönni, hogy részer B mínusz 4 szer A szor C. Jó. És hát azt mondjuk a D értéket ki is tudnám írni valahova. Mondjuk a gyökök száma helyére most ki fogom írni a D értékét. Tehát nem. Document pont get element by ID. Azt a nevet adtam neki, hogy gyakok szama. Tehát a gyökök száma helyére, ennek a kérdőjelnek a helyére, ennek a kérdőjelnek a helyére ki kéne írnunk a D értékét. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy működik-e a JavaScript-nak, hogy írek értéket. Na, annak a
egyenlő d értékével. Hát na, megnézzük, hogy ez most mit szól hozzá. Oh! Biztosan ilyen, most sem számoltam ki. Azt mondja, hogy B négyzet, az 25, mínusz 4AC, 68, biztosan nem fogok számolni. Tehát igazából arra voltam kíváncsi, hogyha rákattintok a gombra, meghívja a függvényt, meghívja, és számol is valamit, ugye kiszámoltuk D értékét. És azt írattam ki, csak sajnos nem ezt kell ide kiíratni, de ez működik. Egyelőre ezt itt kikommentezem. Ja, JavaScriptben nem lehet így kommentelni. Akkor, hogy is van scriptben? A per a komment. Tehát ezt most itt kikommenteztem. Hiába van a HTML-en belül script, de már ugye HTML-ben így kell kikommentezni valamit, hogy ilyen kacsacsőr, vagy relációs jel, mínusz-mínusz, és ott van vége a kommentnek, ahova ezt berakom. Tehát HTML-ben így van a kommentezés, JavaScriptben meg úgy van, hogy amelyik sort ki akarom kommentezni, a sor elejére kettő darab perjelet rakunk be. Jó, hát matematikaian végig kéne gondolni a dolgokat. Mi van akkor, ha az A értéke nulla? Ha az A értéke nulla, akkor nem másodfokú az egyenlet, akkor elsőfokként meg lehet oldani. Igaz? Igaz. Tehát, akkor tudom azt mondani a feladatba, hogy if statement, if a igen, ő egyenlő nulla, ha az a értéke nulla, és beírtam még az előjelet, akkor hát ugye van megoldás. Mi a megoldás? Mi kéne számolni? Mondjuk azt mondjuk, hogy var x egyenlő lesz mínusz c per d-vel. És ezt ki is kéne írni a megoldáshoz. Hát, ha már előbb megcsináltam, akkor ezt másodban beillesztem. Azt mondja, hogy megó mező értéke legyen egyenlő azzal, hogy mire legyen egyenlő. Szöveget adok meg. X egyenlő ezzel fűzöm az X változó értékét. Írom azt, hogy X egyenlő, és utána írom az X értékét. Elviekben gyakorlatilag, hogy mindjárt kiderül, hogy ez működőképes. Azt mondom, hogy frissítem a weboldalt. Ugye A értéke nulla, számol, és kiszámolt valamit. C per B mínuszba. Mert hogy? Akkor ugye X egyenlő mínusz C per B. Mínusz C per B, 6-osztó 1-től, biztos annyi mínusz 1,2-től. Valós gyökök száma helyére. Hát mit írjunk be? Írjunk be valamit? Beírhatunk valamit.
Igazából azt fogom kiírni. Tehát a gyökök száma szöveg legyen egyenlő azzal, hogy első fokú. Első fokú az egyenlet. És kiírjuk a megoldást. No. Száma, első fokú az egyenlet, x egyenlet, 1, 1, 2. Jó. Ez idáig nagyon jó. No. Hát azt fogom kiírni, hogy nem első fokú az egyenlet, mint amit előbb írtam ki, hanem azt fogom kiírni, hogy egy megoldás van. Egy megoldás van. Jó. Tehát az A nulla, azt tisztáztuk. Az A nulla, és a B is nulla. Van a képlet, itt a képlet. Tehát, hogyha az A is nulla, és a B is nulla, C pedig valamilyen más szám, akkor ugye nincs megoldás. Ha az A nulla, B nulla, és a C nulla, akkor bármilyen megoldás van, nem? Igen, mert B szorozzuk X-el, ez kiesik. Igaz? Ha mind a három nulla, akkor... Akkor bármi jó. Még az X helyére bármit be lehet írni, mert akkor ez tuti jó eredményt ad. Na. If a vagyon a nulla, oké, ezt lekezeltük. Aztán azon belül, ha... B egyenlő nullával. Tehát ha A és nulla, és B is nulla. C meg bármi. Akkor... Ha A is nulla, B is nulla, a C meg bármilyen szám, akkor mi megoldás van? Nem. Vagy de, csak folytatjuk, ez. Végig kéne gondolni. Nehéz ez a matematika. Tehát ha A nulla, B nulla. És C is nulla. Jó. If. Mondom, if. Statement. Condition. C egyenlő nulla, akkor gyerekek számát azonosság X bár szám lehet. Nem az? Ha C nem nulla, de a B nulla, A nulla, akkor A nulla, B nulla, 1.
C-ja, akkor egy beljebb rakom, hogy jobban látható legyen. Ugye? Ugye. Tehát ha az A nulla, B nulla, C valamilyen bármilyen szám, az ugye ellent mond. Ha A nulla, B nulla, C is nulla, akkor ugye bármi lehet, mert hogy? Ez mindig igaz lesz. Nehéz most ezt végig gondolnom, de én így tippelek. Na, tehát majdnem jó, csak mégsem nem jó. Ezt nem itt kell végrehajtani, ezt a részt, hanem A nulla, ha B nulla, akkor ez, ha nem nulla a B, akkor jön ez. No, nézzük csak. A nulla, B nulla. B nem nulla. Ez mondja, hogy infinity. És első kutató, hogy nézést írja ki. Na, mondtátottam. A nulla, B nulla, B nem nulla, akkor számolja ki, és jön ki. A B nulla, A nulla, B nulla, C nulla, if B nulla. Csúlyó, de nincs valami. If A egyenlő nulla. Na hát pedig. Ha A nulla, azon belül B nulla és C nulla. Érdekes, érdekes. Jaj, nem tettem én ezt. Nem tettem, nem frissítettem. Azért. Segít, bármilyen szám lehet. Jó. Egy megoldás van. Jó, és akkor majd mindjárt nézzük tovább. Igen. A értéke nulla, B értéke nulla, C értéke nulla. Ha a B értéke nem nulla, akkor kiszámolja az A ért, vagy az X értékét. Igen. Ha.
Ha A nulla, B nem az A nem nulla, de a B az nulla, azzal tud számolni. Jó, na, jónak tűnik, csak még folytatni kéne. Ennek sem ide kéne jönnie, mert minek számoljuk ki előre a diszkrimináns értékét, hogyha azt nem is használjuk még. Tehát valahol a hátré fog kell lenni a programban. De eddig egyenlőre jó. Tehát ha A értéke nulla, B értéke nem nulla, akkor ezzel kiszámolja és kiírja. Ha A értéke nulla és B értéke nulla, akkor ez hajtódik végre. A értéke, B értéke és C értéke és nulla, akkor ez hajtódik végre, ez a rész. Ez úgy jó, jónak tűnik idáig. Innen kell folytatni. Jó, tehát ha A értéke nulla, azzal kezdtem. Ellenkező esetben. Tehát ez nem az arról beszélünk, hanem bármi másról. Vagyis, hogyha nem nulla az A értéke, hanem bármi más, akkor kiszámoljuk a diszkriminás értékét. Tehát ez, ami itt volt, ez a sor, ez ide fog jönni. És utána vizsgáljuk a diszkriminást. Ugye három lehetőségünk van, ha a D értéke nagyobb nulla, kisebb nulla, vagy egyenlő nulla. Hát lehetne ezekbe is, de most csak ifekben. Ha a D értéke kisebb, mint nulla, akkor nincs megoldás. Ezt ide be is rakom, mert így az igen az a szöveg. Nincs megoldás, nincs megoldás. Jó. Ha a D értéke, if D egyenlő nulla, akkor ugye egy megoldás van, és ezt ki kell számolni. Egy megoldás van, és az mi lesz? Az lesz, hogy x egyenlő mínusz b per 2a, mínusz b per 2-ször a. És ezt kiírjuk, ezt az egy megoldást, és ha a diszkriminás értéke, d értéke nagyobb, mint nulla, akkor két megoldás van. Nem egy, hanem két megoldás van. És akkor kiírjuk mondjuk x egy értékét, meg kiírjuk két szó közzel elválasztva x2 értékét, amit mindjárt meghatározunk, hogy hogyan kell kiszámolni. Azt mondja, hogy plusz, nem is kell plusz, így x2, ott lesz egy x1 változó, meg lesz egy x2 változón, vagy a már több plusz nem kell. X1 kivel lesz egyenlő, és alatta levő sorban a kiszámoljuk x2 értékét, hogy mivel lesz egyenlő. Jó, na, x1 minusz b plusz d per 2-ször a. A mínusz b és a plusz b az zárójel.
másik esetben. Mínusz B plusz D. Helyett mínusz D. Mínusz B. Mínusz D per 2A. Igen. Elviekben meg vagyunk. Gyakorlatilag mindjárt kiderül, hogy ez jó. Azt mondom, hogy A1, B1, C, 3, mínusz 1, mínusz 1, mínusz 4, legyen csak 1. Egy megoldás van. Mert hogy a B négyzet mínusz 4AC az kisebb, mint 0. Igaz? B négyzet az 1 mínusz 4AC mínusz 4. 1 mínusz 4. És akkor egy megoldás van. X mínusz 4. Hát, vagy jó, vagy nem. Nem tudom végig gondolni sajnos. Mindig csak egy megoldás van. Ez az érdekes. Valószínű, jól működött az előbb is, amikor megállítottam a felvételt, csak itt ugye elmentettem, viszont a böngészőben nem frissítettem az oldalt, ezért nem számolt újra. Azt mondom, hogy CFP-ke 0, ide több szó közt kéne beírni. Ugye ezzel nem foglalkozik HTML-ben sok szó közzel, mert az... egy szó köz marad. Jó, hát itt innen puskáztam, próbáltam puskázni. Ja, gyököt is kellett volna vonni. Na, azt kihagytam a feladatból. Nagyszerű, de a többi része az jó. Itt is hasonlóan oldották meg, mint ahogy én elsőre. Jó, így ő még vizsgálja azt is, hogyha mi van akkor, hogyha nem számot írunk bele. Nálunk ilyen gond nincsen, mert hogyha beleírok egy számot, akkor egyből vagy nem számot, akkor egyből jelzi, hogy ott gond van, és nem is fut le a script. Tehát írom számra, utána nullára, akkor ma újra számolna. Ahogy újra is számol. Csak egy baj van, egyetlen egy nagy baj, hogy nem mondtam gyököt. Itt a diszkriminánsoknál sehol se mondtam gyököt. Itt. De legalább itt kellett volna gyököt mondani. Na, hát akkor újra. Gyökvonás, az az SQRT függvény, minek a rövidítésen elfelejtettem, én is a nagy angol tudásom. Square root, négyzetgyök, square root, annak a rövidítése az SQRT. Tehát akkor itt matematikai függvényt kell használni. Hogy SQRT, na, kiterült a D betűt, de D, mert hogy négyzetgyök D plusz masz pont SQRT, zárójelbe D, na.
Most már jónak kell lenni. Nem tettem frissítek. De szép. Hát ezt így hagyom. Nem kerekítjük az értékeket. Ez így nagyon szép. Bárhova egyébként, hogyha most karaktert írok be, azon nem tud számolni. Azt még nem próbáltam ki, hogy tizedes, de nem. Nem enged csak egész számot beírni. Nem baj. Jó, ez így egyenlő. Első körben gyakorlásnak nagyon jó. Igazából itt ezt ennek a megoldásnak a menetét, a matematikáját kellett egy picit jobban átgondolni. Mert maga a HTML rész az nem volt nehéz, CSS pláne nem volt nehéz, mivel a kész megoldást tettem föl. A matematikai részét meg nekem is át kellett néznem, mert hát elsőre nem ment. Na, nem ma használtam utoljára a másodfokú egyenlet megoldó képletét. A C1 nincs megoldás. Miért is? Ez még valami nem oké. De lehet, hogy nincs megoldás egyébként. Itt ki lehet számolni, D, F, T, K, P, négyzet, minusz, négy, A, C. Nem érezem be, hogy nincs megoldás. Ja, D kisebb nulla, oké. Okay. D kisebb nulla. Akkor nincs megoldás. Igen. Jó. Szerintem ennyi volt a feladat. Tehát ennyi a JavaScript-es rész belőle. Ez nem kell. Kicsit... hát nem biztos, hogy 9-es anyag, sőt, tuti nem ez a másodfokú egyenlet megoldó képlete. De azért egy részét ki lehetett volna következtetni a feladatnak. Jó, tehát ez a ennyi a script, ennyi a JavaScript benne. A többi az meg sima egyszerű HTML. Függvény meghívása, egyedi azonosítók, címkék. Kis címkét használtam. Bármit számol, amikor számol, lecseréli az ezekhez az azonosítókhoz tartozó feliratot, tehát ami itt van kérdőjel, ahelyett megjelenik az a felirat, amit én itt a JavaScript-be beleraktam. Hát ez nagyon jó az elágazások gyakorlására, mert hogy tele van elágazással. If, else, illetve sima if. Struktúrák gyakorlása.